A demokráciából a démoszt, a népet nem lehet kihagyni, hangzott el Lomnici Zoltán előadásában a Terítéken közéleti beszélgetések című rendezvénysorozat részeként. A rendezvényen szó esett a közelgő európai parlamenti választásokról, annak esetleges következményeiről, valamint a 2017 óta tartó angliai eseményekről, a Brexitről. Lomnici Zoltán véleménye szerint az angolok kilépése az Európai Unióból egy patthelyzet. A szakértők számára, akik a közpolitikával, közjoggal foglalkoznak, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen 3 éve szavaztak a brit polgárok arról, hogy el szeretnék hagyni az Európai Uniót, de minthogyha ez egy kicsit hétköznapi értelemben egy ilyen patthelyzet lenne, úgy érezhetjük kívülről szemlélvén a folyamatokat, mint hogyha nehéz lenne elhagyni az Európai Uniót, pedig egy önkéntes társulás, és kis túlzással bárki jöhet, mehet, aki természetesen megfelel földrajzilag, és az Európai Unióban alapszerződésében foglalt feltételeknek adott esetben. Tehát itt sok minden olyan kérdés felmerülhet a Brexit kapcsán, amely a kiválás körül és kapcsán felmerül. Elsősorban mit jelent ez a két lépcsős alkú, amit most az uniós csúcson sikerült Theresa May kormányfelszonynak kialkudnia? Ez egy fontos kérdés lehet, illetve egyáltalán, hogy mire van, hogyha bennmaradnak a britek az Európai Unióban, annak ellenére, hogy ugye most jelen formában és jelen helyzetben nem vehetnek részt az Európa parlamenti választásokon, de mi van, ha mégis? Az biztos, hogy általában a fórumokra, akik el szoktak jönni, azok érdeklődnek a közélet iránt. Tehát már önmagában nagyon szerencsés helyzetben vagyok ilyenkor, hiszen nyitott a kérdésekre, a problémákra, érzékeny honfitársaimmal szoktam egy-egy ilyen fórumon együtt lenni. 2004-ben a lengyelek 20%-a, a magyaroknak közel 50%-a vett részt az Európa parlamenti választásokon. Ezek rendkívül alacsony számok. És éppen ezért sokan úgy gondolták, hogy ez már így is lesz. Tehát az európai embereket, pláne az új tagállamokat, azokat a tizeket, akik 2004-ben léptek be, már nem feltétlenül érdekli, pláne az az utánjövőket, az, hogy mi zajlik az Európai Parlamentben, hanem elsősorban saját belpolitikai problémáikkal vannak elfoglalva. Nos, ez talán most nem így lesz. Tehát 2019 az első olyan év, hogy rekordmagasságú részvételi adatokat fognak egyes tagállamok produkálni az EP választás tekintetében. Ennek az az oka, hogy válságban van az Európai Unió, ezt nyugodtan ki lehet mondani. Itt van egy intézményi válság, van egy migrációs válság, van egy personális, egy személyi válság, van egy strukturális válság mindehhez képest, tehát a döntéshozatali mechanizmusok nem működnek jól, és hát mindehhez képest majd reménykedhetünk csak abban, hogy valamilyen módon, hiszen most minden intézmény kapcsán cseréről beszélhetünk, az Európai Tanács élén változni fog az elnök személye, az Európai Bizottság kicserélődik, az Európai Parlament pedig régi új tagokat választ, ezt majd meglátjuk. Az előadó véleménye szerint az európai parlamenti választások tétje az, hogy vajon együtt marad-e az Európai Unió. Emellett pedig az is kérdés, mondta Lomnici Zoltán, hogy a belső válságokat sikerül-e az uniónak megoldani. Nagyon fontos kérdés, ugye Charles de Gaulle kiváló európéer, egy francia államfő, markáns jobboldali politikus azt mondta, hogy erős nemzetek Európájából kell felépítenünk az Európai Uniót. Most ehhez képest hát egyre inkább a föderalista Európai Egyesült Államok gondolat kezdett teret nyerni Brüsszelben, Strasbourgban, Luxemburgban, az Európai Uniós intézményekben, és mindehhez képest úgy látjuk, hogy viszont a tagállamok polgárai meg ezzel ellentétes akaratukat fejezik egyre inkább, hogyha megnézzük, hogy milyen politikai erők ütötték fel a fejüket akár Olaszországban, vagy erősödtek meg akár Ausztriában, akkor azt mondhatjuk, hogy az euroszkeptikusok száma nő, amely nem jó tendencia. Tehát úgy kellene egyébként legyőzni az euróválságot, a bevándorlási válságot, általában a szociális és társadalmi válságokat, hogy mindeközben az euroszkeptikusok száma nem nő, hiszen a nagy európai projekt, vagy mondok egy konkrétumot, a schengeni térség tekintetében ezek óriási veszélyeket hordoznak magukban. Lomnici Zoltán elmondta, ha nem sikerül az euroszkeptikusokat a háttérben tartani, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek, és ez az Európai Unió széthullásához is vezethet.